Sziasztok! Két dolog járt a fejemben, ahogy Daniék énekeltek. Az egyik az a szomjúság, a másik pedig személyes találkozás Istennel. Többen tudjátok, hogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ahol abban a környezetben, ahol vagyunk, ott képviseljük Istent. És ez a két dolog szokott az lenni, amiért úgy imádsággal Isten előtt szoktam lenni a munkatársakkal kapcsolatban, hogy legyenek szomjasak Istenre, és hogy legyen személyes találkozásuk vele. És úgy ez most megint elém jött, ahogy Daniék énekeltek, hogy nem tudom, ti hogy vagytok itt, vagy hogy érkeztetek ide, milyen szomjúsággal, milyen éhséggel az Isten iránt. Több minden gondolatot hoztam ma reggelre, de úgy szeretném ezzel kezdeni, hogy ha szomjas szívvel jöttél, akkor úgy gondolom, hogy egy jó szívvel érkeztél ide. És hogyha pedig úgy jöttél ide, hogy nem tudod, hogy mit várjál, akkor az a vágyam és az imádságom, az a bátorításom fejét, hogy válj nyitottál, és legyél szomjas arra, hogy Isten mit akar neked adni. Mert én azt látom és azt tapasztalom, hogy Isten tényleg olyan emberekkel tud valamit kezdeni, akik szomjasak, akik éhesek arra, hogy Isten valamit adjon. És lehet, hogy úgy érkeztél ide, hogy még nem volt, vagy nincsen személyes kapcsolatod Istennel. És arra is bátorítalak, hogy ahogy majd telik a hét, hogy keresd ezt a kapcsolatot, beszélgess olyan emberekkel, akikkel látod, hogy ez a kapcsolat már élő. És ez egy lehetséges dolog. A ma reggelre tegnap Dana a megtérésről beszélt. Én ma leginkább a hitről szeretnék beszélni, így nektek ezzel kapcsolatban akarlak titeket búzdítani. De előtte még egy-két gondolatot megosztanék, ami ezen kívül úgy belém hasított az elmúlt napokban. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy szoktatok csendes értekbe Istennel menni. Nekem az utóbbi időben volt egy olyan alkalom, amikor így mentem Istennel, és nem volt úgy minden úgy a helyén, olyan kicsit olyan szorongás is volt úgy bennem, meg úgy nem tudtam dolgokat hova rakni. És akkor két gondolat volt, ami így belém világlott, így elém jött. Az egyik az volt, hogy Isten egyszerűen csak annyit mondott, hogy szeretlek. És ez volt a másik is, és ez nagyon jó érzés, amikor az Isten a szívedhez szól, és azt mondja, hogy én nagyon szeretlek téged. És a másik dolog pedig az, hogy bízzál bennem. És erre is szeretnék titeket hívni, hogy a bizalmunkat ezt valóban az Istenbe vessük. Aztán egy másik gondolat, most az elején csak egy pár ilyen dolgot fogok mondani, ami az utóbbi időben foglalkoztatott, és utána szeretnék majd röviden tényleg a hitről beszélni. Az egésznek a középpontja az lenne, hogy tör ki az életedre jellemző a negatív spirálból, azzal, hogy bízol, és azzal, hogy adsz. Ez a negatív spirálban én arra gondolok, hogy én azt látom a saját életemben is, majd nem tudom, ti ezt mennyire veszitek észre, hogy vannak olyan emberek, vagy lehet, hogy te is van, vagy lehet, hogy nekem is van ilyen időszakom, amikor többektől olyan kritikát, vagy olyan dolgokat kapunk, amiket úgy nehéz megemészteni. És én azt látom, hogy vannak emberek, vagy vannak olyan időszakok az életemben, amikor bizonyos dolgok, amiket mondanak az embereket, azokat én rosszul kezelem. Vagy túlságosan fölveszem, vagy nem foglalkozok vele. És ez a dolog, amit még szerettem volna ma reggel nektek átadni, az lenne, hogy lehet, hogy ilyen állapotban jöttél, lehet, hogy ilyen állapotban vagy, hogy többektől kapsz olyan dolgokat, amiket nem értesz, amiket úgy érzel, hogy bánt, hogy nem is jogos, hogy mondja, és nem érted az egészet. És én arra szeretnék ma reggel bátorítani, hogyha így vagy, vagy így jöttél, és úgy érzed, hogy ezek nyomasztanak, és úgy rajta vannak az életeden, hogy lehet, hogy vannak olyan kritikák, lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik téged értek, hogy azokat igenis figyelembe kell venni, és foglalkozni kell vele, és lehet, hogy neked kell megváltoznod. Én azt tettem észre magam, hogy van, amikor szeretném ezeket úgy félretenni, hogy nem akarok magamon változtatni. De érdemes ezeket átgondolni, és leginkább azt, hogy az Isten akar rajtad valamit igazítani, hogyha ő mutat rá valamit az életedben, akkor akarjál és tudjál változni, és legyél formálható az életedben. És kérdezheted, hogy honnan kapjál ehhez erőt, lehet, hogy azt érzed, hogy nincsen erőd. Én nagyon szeretem Rick Warrennek a napi áhítatait, meg több könyvét olvastam, lehet, hogy ti is forgattátok, már a Céltudatos Élet című könyvét mindenkinek ajánlom, szerintem nagyon érdemes elolvasni. És ő mondta azt, hogy when you have a need, you need to give. És szerintem ez egy nagyon jó gondolat.
amikor egy szükség van az életedben, akkor valószínűleg nem az lenne az első dolog, amit tennél, hogy akkor most a mások felé nyitsz, vagy mások felé teszel valamit. De én is azt vettem észre az életem, hogy amikor elkezdek mások felé nyitni és adni, akkor Isten betölti a szükségemet. És lehet, hogy te is úgy vagy itt, vagy úgy éled az életedet, hogy vannak szükségeid, küzdesz dolgokkal, és ez is úgy gondolom, lehet számodra ma reggel egy üzenet, hogy lehet, hogy úgy érzed, hogy nincsen honnan, vagy nincsen miből, lehet, hogy úgy érzed, hogy szegény vagy, de azt látjuk a Bibliában, hogy Istennek nincsen kevés. Nincs olyan, amivel nem tud mit kezdeni. Hogyha gondoltok arra a történet, amikor a kisfiú hozza azt a kevés ételt, a halat, a kenyeret, és Jézus pedig megsokasítja azt. Vagy nekem nagyon tetszik az Ószövetségben, ha jól emlékszem, Elizeusnál van egy-két olyan történet, amikor egy étel mérgező, és utána egy csoda folytán ehetővé válik. És én ebből azt látom, hogy Istennek nincsen kevés, Istennek nincsen lehetetlen, és lehet, hogy te úgy nézel magad, vagy úgy vagy vele, hogy a te életedben, vagy te rajtad keresztül Isten nem tud munkálkodni. Én szeretnélek arra bátorítani, hogy Isten ezen a héten is használni akar, és a következő hetekben, hónapokban, iskolában, munkahelyen, családban Isten akar téged használni, és nem vagy értéktelen, és ne gondold azt, hogy neked nincsen egy személyre szabott terv az életedre nézve. Tegnap már belekezdtünk az evangelizációs szemináriumba, és nagyon-nagyon jó csapat van ott, én úgy látom, és sokat tanulunk. Akik ott voltak, ott voltatok, azok tudjátok, hogy volt egy pár ilyen gyakorlat, amit csináltunk, meg ilyen csoportos beszélgetések, és akkor az egyik az olyan volt, hogy sztorit kéne mesélni, és hát én itt az ágéknak meséltem sztorit, aztán volt a visszajelzés, hogy elég ugyanazzal a hangsúllyal beszélek, és gondolkoztam, hogy lehet, hogy meg kell próbálnom kicsit ezen, nem tudom, igen, változtatni, de hát nem tudom, mennyire fog sikerülni. A másik dolog, ami volt az evangelizációs szeminárban, az egy ilyen öt részből álló, így fogjuk majd elmondani az evangéliumot a héten. Ugye az ujjainkra alapszik a dolog, üvelyek ujj az az ajándék, az E az ember, és a mutató ujj az ember, középső ujj az Isten, a gyűrűs ujj az Jézus, és az ötödik kis ujj az pedig H, mint hit. Most nem mondom el az egészet, valószínűleg még nem is tudnám teljesen úgy átadni, de nem is ezért mondtam el. Egyrészt, hogyha van kedvetek bármikor bekapcsolni, benézni evangelizációs szemináriumban, ez tök jó dolog, akár itt, akár máskor. De hogy arról beszéltünk az evangelizációs szemináriumban is, hogy tehát a hitről, és erről szeretnék még pár dolgot elmondani, és azt mondta Árpád, hogy hát azért a kis ujja hit, mert hogy abból elég egy kicsi is. És ez ugye elgondolkoztatott engem is, hogy elég egy kicsi hit ahhoz, hogy Isten használjon. Aztán beszéltünk arról, hogy van üdvözítő hit, és van olyan hit, ami nem visz üdvösségre. Ugye azt mondja a Biblia, hogy az ördögök is hisznek és rettegnek, és bízok benne, hogy benned, meg a te életedben nem ez a rettegés jellemző. És hogy kérdés, hogy mi a hit? Az egyszerű fordítás úgy fogalmaz, Zsidókhoz írt levél 11. részében találunk erről több mindent. Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. Nem tudom, a ti életetekben volt már egy olyan dolog, amikor Istentől kaptatok egy ígéretet valamire nézve, és ez később beteljesedett. Nekem volt már ilyen, és ez nagyon-nagyon növelte a hitemet, és nagyon sokat jelentett a számomra. De ha arra gondolkozunk, hogy mit jelent a hit, mit jelent az Istenbe vetett hittel élni, úgy lehet, hogy az egyik, ami nagyon fontos, hogy a hit az egy mindennapos döntés. Ez, én úgy látom a saját életemben, meg mások életében, és ez nem arról szól, hogy én most már jó pár évvel ezelőtt hoztam egy döntést, ez egy óriási változást hozott az életemben, nagyon komoly döntés volt, de minden nap újra és újra ezt a döntést meg kell hoznunk. És neked is meg kell hoznod. És én látom azt, hogy vannak olyan emberek, akik ebben megfáradnak, és egy idő után nem hozzák meg minden nap ezt a döntést. És amikor ma reggel majd imádkozunk, meg ahogy én is beszélek, úgy erre szeretnék titeket bátorítani, hogy minden nap, mai napon, holnapi nap, és egészen életünk végig ezt a döntést minden nap hozzuk meg, hogy a hitünket szóval az élő Istenbe fektetjük.
és mi az, amiben hiszünk, vagy ki az, akiben hiszünk. Én hiszek egy olyan személyben, aki megalkotta ezt az egész világot, aki irányítja, és hiszem azt, hogy Isten egy olyan személy, aki körbevesz bennünket, aki most is itt van. És ez befolyással van az életemnek különböző területeire, a kapcsolataimra, arra, hogy hova megyek nyáron táborba, arra, hogy mikor mit mondok, hogy bizonyos dolgok felől hogy gondolkozok. És a hitnek egy ilyen hatása van, az egész életünkre kiterjedő hatása. És ez egy meggyőződés valakiben. És hogy mi a hitnek az eredménye az életünkben? Én láttam már olyat, tapasztaltam olyat, hogy imádság hatására meggyógyult egy asszony, akiért imádkoztunk. Vagy nagyon jó volt látni, amikor valakiért imádkoztunk, és tényleg felépült, hogy az otthoni ifjúban éltem át ezt, hogy tényleg elkezdett növekedni az a valaki, akiért imádkoztam. Aztán az is egy különleges élmény volt, amikor egy sráccal találkoztunk, beszélgettünk, ő neki egy elég ilyen füvezős háttere volt, meg elég sok mindenben benne volt, és óriási volt látni ezt a változást, ahogy a hitereje őt átformálta. És nekem sokszor ez úgy hitet ad, hogy ahogy őt Isten átformálhatta, úgy bármelyikünket bármilyen helyzetben átformálhat, és ő most lelkipásztornak készül. És ez nagyon nagy dolog. És úgy gondolom, hogy a hit az egy növekedést jelent, hogy a hitben élet van. Tehát az élet az egy olyan dolog, hogy nem áll meg egy pontnál, és az nem azt jelenti, hogy két éve, amit tettem, az ugyanúgy jó ma is, hanem egy folyamatos növekedés, egy folyamatos változás, folyamatosan új dolgoknak a keresése. És úgy gondolom, hogy az, hogy lehet, hogy többen vagytok már több táborban, és itt voltok, valószínűleg vannak, akik most vannak ilyen táborban először, de az is, hogy most ilyen szekciók vannak, ez egy jó dolog. És úgy gondolom, hogy ez egy előremutató valami, hogy merünk és tudunk új dolgokat kipróbálni az Isten vezetése alapján, és hit által elveszünk tőle ígéreteket. Hogy elválunk olyan új feladatokat, amik lehet, hogy elsőre úgy meredeknek tűnnek, de az Isten ezen keresztül tud nekünk növekedést adni. És tudunk felelősséget vállalni azokért a dolgokért, amiben szolgálunk, amiket elvállalunk. Aztán a hétfőn volt erről szó, én nagyon örültem neki, hogy a Pisti itt volt, és szerintem nagyon sokat jelentett sokunknak az üzenete, hogy a hit az egy stabilitást és egy kialakult énképet hoz magával egy az életünkre nézve. Aztán azt írtam még fel, a hit az, ami tisztán tart, őszintén tart és alkalmassá tesz bármire. Még egy történet volt, ami eszembe jutott. Jól emlékszem, tavasszal voltam a Megdésznek a téli konferenciáján. Tavasszal a téli konferencián, mindegy, de most nem menjünk bele, lényeg, hogy a Megdész konferencia volt. És ott az előadó, ő egy hát egy ilyen nemzetközi csóka, tehát így járkál össze-vissza a világon. És mesélt egy történet Dél-Amerikában, hogy jól emlékszem, Bolíviából, ami szintén szerintem leírja egy kicsit a hitnek a jelentőséget vagy valóságát. Azt mesélte, hogy az ottani diákok között, tehát ott kitört egy ilyen zavargás, és elkezdték a keresztényeket üldözni. És azt mesélte el, hogy fegyveresek fogtak el két fiatalt, és azt mondták nekik, hogy itt a Biblia, és köpjétek le. És az történt, hogy hát az egyik fiatal megtette, a másik azt mondta, hogy ő ezt nem fogja megtenni a Bibliával, és azt mondta az előadó, hogy az történt, hogy fegyveresek lelőtték azt, aki leköpte a Bibliát, mert hogy nem vállalja a hitét. És a másik pedig még menekült. Ez egy nagyon durva történet, bennem úgy nagyon nyomot hagyott. Mennyire vesszük mi komolyan a hitünket? Mi az a próba, amit ki tudnánk állni? A zsidókhoz írt levél 11. részét valami részt már említettem. Ez a hitnek a hőseiről szól, és én is, ahogy itt olvastam, azt látjuk, hogy van itt szó Ábelről, Énokról, Noéról, Ábrahámról, Józsefről és még többekről. És ahogy így olvastam át, a hitnek az emberi különböző tettekben nyilvánult meg az, hogy ők hittek az Istenben. Ugye Noé bárkát épített, Ábrahám nem kezdett el bárkát építeni, neki más volt, tehát neki más dologban kellett megmutatkozni a hitének. Ugye Ábrahám kiment arról a helyről, ahol előtte élt, és teljesen más irányba ment, teljesen más helyen telepedett le. És nagyon sok fajta történetet sorol itt föl, Mózesnek is egy teljesen
más úton kellett keresztül mennie, és teljesen más úton keresztül lett nyilvánvalóvá az a hit, ami az ő szívében volt. És én azt látom, és most már lassan a vége felé közeledek, hogy ha tényleg a hitnek az ember akarsz lenni, akkor az küzdelmet fog jelenteni az életedben, és ez nem lesz egy egyszerű vállalkozás, nem lesz egy egyszerű feladat. Én azt látom, hogy ha hitben akarsz járni, akkor az küzdelmekkel és nehézségekkel is fog járni, de meg vagyok győződve arról, hogy megéri. Megéri ez a küzdelem, és megéri ez a nehézség, amellett, hogy van rengeteg sok öröm is benne, tehát nem akarom ezt így elnyomni, vagy erről nem beszélni. De én azt látom, hogy nagyon-nagyon megéri azokat a küzdelmeket és azokat a nehézséget fölvállalni, ami azzal jár, hogy te valóban hitben jársz. És ahogy már volt szó erről, lehet, hogy ez azzal jár, hogy úgymond furcsán néznek rád az osztálytársak, hogy 18 évesen még szűz vagy, vagy nem puskázol, vagy akármilyen dolog, ami, vagy nem iszod magad hótrészegre egy-egy hétvégén. Lehet, hogy a munkatársak is néha rám is így furcsán néznek, vagy volt, hogy meséltem nekik táborokról, tudnak róla, hogy szoktam ilyen helyekre járni, és akkor furcsa volt nekik, hogy hát itt nem volt. Beszélgettünk, tavaly nyáron volt, beszélgettünk a táboron, és kérdezték, hogy na hát ital meg egyebek, hát mondom, én nem tudom, én talán úgy tudom, hogy lehet, hogy volt két fiatal, aki úgy kicsit nem úgy élt ezzel, hogy kellett volna, és akkor az volt a reakció, hogy hát igen, a Sziget Fesztiválon ott valószínűleg két ember volt, aki józan volt. Én úgy látom, ezekben a dolgokban is nyilván megnyilvánul a mi hitünk, de erről is beszélgetünk már itt, ahogy itt voltunk valakivel, hogy belülről kifele változunk meg. És én is olyan vagyok, talán sokszor, és ebben engem is remélem, hogy formál az Isten, hogy nagyon sokszor úgy könnyen megítélnék embereket, úgy külső alapján, és itt beszéltünk akár itt arra, vagy akár más dolgokról, és hogy ebben hol a határ, meg egyáltalán. És annyira jó az, hogy Isten ő belülről kifele akar minket megváltoztatni. Isten nem azt várja, hogy nem úgy működik a hit, hogy előbb vannak a cselekedetek, hanem előbb az Istennek a lénye valóban belülről változtat meg minket, és utána ez láthatóvá válik a cselekedeteinkben is. És akkor nem egy ilyen erőlködés lesz, nem egy olyan dolog, hogy na ez szabad, azt nem szabad, hanem egyszerűen érzed azt, hogy az Isten munkálkodik benned és elvezet dolgokra. És egész konkrét dolgokban megélted azt, hogy milyen döntéseket kell hoznod. És azon gondolkoztam, hogy Jézus is hit által vállalta a keresztet, ahogy a Dani beszélt erről, hogy a keresztnek az ereje. Jézus is hitt abban, hogy az a áldozat, amit ő tett, annak van értelme, annak lesz hatása. És hiszem azt, hogy az Istenbe vetett hit által lehetséges az, hogy egy sánta járjon, lehetséges az, hogy valaki, aki gyenge, az győzzön. És hiszem azt, hogyha mi valóban az Istenbe vetett hitben járunk, akkor nem kell másra várnunk, odaállhatunk, tehetjük a saját feladatunkat, kiállhatunk a gátra, lehetünk bátrak. És az igazi hit, az a láthatatlant láthatóvá teszi az Istennek az ígéretei alapján. És amikor most majd hívlak arra titeket, hogy forduljunk össze, imádkozzunk, úgy szeretném, hogyha nem tudom, hogy ahogy most beszéltem, mi forgolódott benned, vagy az elmúlt napokban, lehet, hogy olyan szívvel vagy voltál itt, hogy olyan hitetlenség volt itt benned, akkor vald ezt meg Isten előtt, és mondd el neki, hogy ezt érezted, hogy ez volt eddig benned. De bátorítok arra, hogy fektesd a hitedet ma reggel valóban Istenbe. Hogy mondd azt, és fogadd el azt, hogy az Istenbe vetett hit az valóban hegyeket mozdít, és valóban változást hoz. És arra hívlak titeket, hogy tényleg tegyünk emellett vallást, valljuk meg ezt a hitünket, és így menjünk most az Isten elé. És higgyünk abban, hogy a következő napokban, ahogy kimegyünk majd itt a bajai emberekkel beszélgetni, hogy Isten fog minket használni. És ezzel kapcsolatban is tényleg egy ilyen hittel imádkozzunk, tűzzel és bátorsággal. Úgyhogy erre hívlak titeket, ez a hit ez legyen erős bennünk a mai reggel során is, meg az egész héten. Igazi hit. Imádkozom most, forduljunk össze kettesével, hármasával, és menjünk Isten elé.